A Benei Barasz Fesztivál szintén egy gasztrofesztivál, és hogy a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a segítségével most bekapcsolódtunk 10 Kárpátai Magyar Fesztiválnak a szervezésében, és ugye ennek az egyik, ezek között az egyik az a Benei Barasz Fesztivál. Mi most megpróbáljuk a Barasz Fesztivál ténylegesen gasztrofesztivállá átalakítani, reméljük, hogy sikerülni fog. Ugye ez az kell, hogy egyrészt bővítsük az itt résztvevő árusoknak, gyakorlatilag főzőcsapatoknak a számát, illetve bővítsük az ide érkező turistákat, tehát meg kell ismertetni az ukrajnai, magyarországi turistákkal, hogy van a Benei Barasz Fesztivál, és ide érdemes eljönni, mert itt meg lehet kóstolni különböző kárpátai magyar jellegzetes ételeket, vásárolni lehet ezekből az ételekből, illetve különböző helyi termékeket lehet vásárolni, mint a kárpátai magyarok saját kezűleg készítenek, és nem mindenféle tömeggyártmányok, hanem csak itt gyakorlatilag csak Benében vagy Kárpátalja a gasztro fesztiváljain lehet megvásárolni. De az elmúlt 10 évben a turizmus, hogyha nézzük, akkor voltak hullámvölgyök. Az egyik hullámvölgy ugye a 14-es események után következett be, amikor 2 éven keresztül gyakorlatilag turisták nem igazán érkeztek. Aztán 2017-ben a magyar kormánynak a segítségével, vagy a magyar kormány hirdette meg több olyan programot, amelyben ösztönözte a Kárpátaljáról való utazásokat, és ugye akkor újraindult a kárpátaljai turizmus, azt lehet mondani, hogy több magyarországi csapat is, vendég is érkezett. Jelenleg azt lehet mondani 2019-ben, hogy nem értük még el a 2014-es szintet, de már nem panaszkodhatunk, mert már a turisták jönnek. Az kell, hogy nyugodt legyen Ukrajnában a helyzet, ne legyenek különböző olyan hírek, amelyek a turistákat arra ösztönzik, hogy ne jöjjenek Kárpátaljára, mert hogyha biztonságosnak mondják a sajtóban Kárpátalját, akkor el fognak jönni ide a turisták. Ezért is próbáljuk azt, hogy ezeken a gasztrofesztiválokon minél több ilyen gasztrofesztivált szervezni, ahova ukrajnai turistákat, magyarországi turistákat hívunk, hogy lássák meg, hogy Kárpátalja gyakorlatilag nem veszélyes, Ukrajnában nyugalom van, annak ellenére, hogy vannak olyan politikai erők vagy sajtóorgánumok, akik próbálnak a feszültséget gerjeszteni, ennek ellenére, aki ide eljön, az megerősíti azt, amit mi mondtunk, hogy gyakorlatilag Kárpátalján nincs gond a turizmus, a közbiztonsággal. Természetesen a turizmusnak alapfeltétele a minőség, tehát a kárpátaljai magyar szállásokat fejlesztenünk kell, ezért a múlt év során felállítottuk a kárpátaljai magyar vendégház minősítési rendszert, több mint 400 vendégházat minősítettünk, falusi vendégházat minősítettünk gyakorlatilag Kárpátalján. Elkészítettük a kárpátaljai magyar gasztrokalauzt, amelyet az idén a Grezze István által vezetett kormánybiztosságnak a támogatása az idén ki fogunk adni ukrán nyelven is, mert ugye az is fontos, hogy az ukrajnából érkező turisták megtalálják ezeket a vendéglátó egységeket, és meg tudják kóstolni a kárpátaljai magyar ételeket, illetve az idén még lesz egy programunk, amikor a kárpátaljai nevezetességek meglátogatásához egy útikönyvet fogunk kiadni. Már dolgozunk rajta, a kárpátaljai magyar szakértők, akik turizmussal foglalkoznak, idegenvezetők, egyetemi tanárok, már csináljuk a kárpátaljai magyar útikönyvet.